Erős a párharcokban, jól olvassa a játékot, kimagasló a feljátéka. Orbán Vilmos Tamás, avagy közismert nevén Vili Orbán, a magyar válogatott védelmének egyik legfontosabb láncszeme. Meccsről meccsre jobbnál jobb teljesítménnyel rukkol elő. Azt viszont tudtad róla, hogy gyerekként egyetlen furcsa okból kifolyólag kezdett el futballozni? Ebben a videóban arra a bizonyos okra fog fényderülni. A szülei már 2 éves korában elváltak, így ő maradt Németországban az édesanyjával és a lány testvérével. A szülők válása egy gyermek életében kritikus pont lehet. Ez Vili esetében sem volt másképp, így a rengeteg felgyülemlett feszültség és energia levezetésére egy elég érdekes elfoglaltságot talált. Amikor kisgyerek voltam, mindent szétzúztam a lakásban a focilabdámmal. Ezt néhány váza és üveg bánta, de ennyi épp elég volt az édesanyámnak. Mivel túl sok felesleges energiám volt, így beiratott egy csapathoz fociedzésekre. Az a bizonyos futballklub nem más volt, mint a Kaiserslautern. Már 6 évesen szenvedélyesen szurkolt a meglepetésre újoncként német bajnoki aranyat nyert Erzser FC Kaiserslauternnek. Vili Orbánt ez elképesztően motiválta, és arról álmodott, hogy egyszer a felnőtt csapat tagjaként szerepelhet az első osztályban. Erre először 2011. augusztus 27-én került sor a Bundesligában a Bayern München ellen. Orbán még csak 18 éves volt, de már akkor is látta, hogyha oda teszi magát az edzéseken és él a kapott lehetőségekkel, akkor stabil kezdőjátékos válhat belőle. Ez olyannyira megvalósult, hogy 21 évesen már ő volt a csapat kapitánya. Igazi vezére volt már nagyon fiatalon is a Kaiserslauternnek. Korát meghazudtolva olyan éretten gondolkodott és hozott döntéseket a pályán, mintha már a 30-as éveiben járna. Kimagasló teljesítményével felhívta magára az RB Leipzig figyelmét. Aki kapott is az alkalmon, 2015 nyarán leigazolta a tehetséges hátvédet. A soron következő szezonban fel is jutottak a Bundesligába, majd a 2016-17-es idényben újoncként a második helyen zártak. Azóta a német bajnokságban stabil élcsapattá váltak, és tavaly Gulácsi Péterrel karöltve egészen a Bajnokok Ligája elődöntőjéig meneteltek. Ha nem rombolt volna eleget a labdával otthon, lehet, hogy más sportágat választ neki az édesanyja, és sosem kezdi el labdarúgó karrierjét. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobj rá egy lájkot, és iratkozz fel további focis tartalmakért. Ja, és ha van bármilyen videó ötleted, akkor ne habozz, írd nekünk kommentben. Hajrá magyarok, hajrá félidő!